sportosat. Híradónk vendége Bíró Szabolcs, az Újpest egykori kapusa, a Monor kapusedzője. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, üdvözlöm a kedves nézőket! Az olimpia alatt szép csendben folytatódik az NB1. Így van. Sőt, az NB2 is. Sőt, már az NB3 is. Elkezdődött, de hát ugye most hétvégén ott kupamérkőzés volt. Hát ez a, nem rendeztek. A kicsiknek, az NB2 alatti csapatoknak volt kupa hétvége. Megnyertétek? 1-0-ra. Ez oda-vissza, ez oda-vissza vágós, nem, vagy egy nem, meccses? Nem, ez egy meccs, igen. Akkor tovább jutottatok. Hát tovább mentünk egyel, igen. Fontos egy ilyen kis csapatnál, például egy NB3-as Monornál, hogy most meddig jut a Magyar Kupába? Én most magunkról tudok nyilatkozni, mert nyilván minden csapat másképp áll hozzá, és ez az ő belügyük, hogy most nekik fontos, nem fontos. Nekünk annyiban fontos, igen, hogy hát egyrészt csináljunk belőle presztist, hogy meddig tudunk elmenni, másrészt egy plusz lehetőség azoknak a játékosoknak, akik mondjuk a bajnokságban kevesebbet játszanak, hogy szerepelhessenek, megmutassák magukat, és hát azt gondolom, én még mindig azt vallom, hogy azért ennek a játéknak is a savaborsa a meccs. Tehát az meg külön öröm, hogyha minél előrébb tudunk menni. Öröm. NB1-es tabellát megnézve, Újpest ott van hátul 0 ponttal. Hát 2 forduló azért még nagyon az eleje. Kétségtelen. Csak ugye te is beszéltél erről, hogyha az ember elkap egy csapat elkap egy negatív hullámot. Igen, hát abból azért elég nehéz kijönni. Mondjuk 2 vereség, azt még azért nem mondanám hullámnak, de azért már figyelmet érdemel, főleg ugye a játék, bár erre meg gondolom azt mondják, hogy új edző, új taktika, új felállás, új játékosok, még nem sikerült összegyúrni ezt a társaságot, és akár hihetjük is így, mert ha csak megnézzük a Fehérvár tavalyi indulását, hogy indultak, ugye ott is egy eléggé nagy hullámvölgy volt, és aztán milyen szépen talpra álltak. Tehát ebbe akár még bízni is lehet, és bízunk is, meg gondolom bíznak a szurkolók is. De hát így, ahogy nagy hirtelen beleolvasgattam 1-2 kommentbe, meg ilyen hozzászólásba, nyilván azt nem lehet elvenni, hogy ugye átvette a MOL, új szelek fújnak, azért hiába ez nem megy egy csettintésre, hogy átalakuljon egy csapat egy olyan nyerőszériát produkálva, de a szurkolók részéről meg ugye van egy ilyen minimális türelmetlenség, mert azért csak ott motoszkál bennük. Már türelmetlenek? Hát már lehet hallani azért nyilván, de hozzáteszem, hogy ezt ilyen meg mindig is volt, meg mindig is lesz, hogy vannak türelmetlenebbek, vannak akik már alapból temetik a dolgot, és nyilván vannak a türelmesebbek, akik azt mondják, hogy adjunk még időt, de hát, mint mondtam a múltkor is, azért ez nem fog menni 1-2 hét alatt. Azért nincs szerencséje az új vezetőedzőnek. Már milyen szempontból? Hát sorsolás szempontjából, mert ugye most a harmadik mérkőzés ott Fehérvár, így van, ez lesz hétvégén. Hát vasárnap lesz, igen. Tehát azért mondom, most megint olyan, ez is egy presztízs meccs most a fehérváriak hát részéről ennek, igen, is. Igen, ez egy pikáns mérkőzés lesz ilyen szempontból. Most tulajdonképpen ebben én úgy gondolom, hogy ebben a 12 csapatos NB1-be minden meccset nevezhetünk valamilyen szempontból presztízs meccsnek, mert meg lehet találni azt a kapcsolódási pontot, ami miatt presztízs meccs lesz. Hát most itt ez egy kicsit többennél, ugye, mert MOL onnan ide, igen, stáb onnan ide, igen, játékosok oda is, ide is, itt a múltban is és a jelenben is, tehát ez igen, ez egy kicsit több lesz, mint presztízs meccs, hát aztán meglátjuk. Ráadásul ugye Fehérváron is új edző a Pető Tomi, igen, akinek szintén Újpest kötődése is van. És nekik már azért van sikerélményük. Hát van 2 győzelmük. 2 győzelmük? Egy győzelem? Egy győzelem, egy döntetlen, de egy gondolok itt a kupára is. És a kupa, így van, ahol szerintem amennyit én láttam, illetve tudtam nézni belőle, azért egy viszonylag meggyőző játékkal jutottak tovább.
Úgyhogy van sikerélmény ilyen szempontból, tehát... Tehát mondhatni, hogy talán egy picit jobban össze vannak gyúrva a még az Újpestnek csak két vereség is, ennyi. Hát... Még egy Magyar Kupa meccse volt még neki, hogy hát legalább ott győzzük. Igen, ők később kapcsolódnak. Igen, azért mondott, hát neki nincs semmi. Hát de voltak edzőmeccsek, nyilván az nem olyan hangulatú, meg nem olyan... Teljesen más rosszul. Hát nem teljesen más, mert azért sok mindent lehet látni egy edzőmeccsen is. Lehet látni, egyértelmű, de azért nem... De nyilván nem összehasonlítható egy nemzetközi edzőmeccs, egy nemzetközi kupa meccsel, tehát ez egyértelmű. Megnézve a tabellát, tulajdonképpen nincs nagy változás az előző bajnoksághoz képest, mindössze annyi van, hogy az MTK ott van. Amúgy Puskás, Fehérvár, Paks, Debrecen, Fradi. Hát, tehát igen, tehát meg... ugyanazok vannak elől, akik az előző bajnokságban is, csak az MTK ló ki a sorból, hogy most ott van elől. Hát két forduló után azért még nehéz lenne persze, egyértelmű. Vonalat húzni, nyilván meg még jönnek majd itt az elmaradt meccsek, mert ugye itt a Fradi is halasztott jobbra-balra. Hát majd decemberben lesz lejátszó. Azt is majd mire bepótolják. Igen. Mondjuk én sose értettem ezt a halasztgatást, de nem tudom, hogy külföldön divat-e ez. Nálunk ez ilyen nagyon nagy bevett szokás, hogy nem lehet 3 naponta, 4 naponta meccset játszani. Há, most de a Debreceni az zenei fesztivál miatt maradt el. Na jó, ezt így hagyjuk fent, ezt a témát. Azért mondom, tehát ők erre a kampuszfél... Miért bántotta volna a fülüket a vonós négyes, vagy nem tudom, tehát... Ők tudják erre a választ, lényeg az, hogy elmarad, de hát attól függetlenül érdekes. Főleg úgy, hogy az MTK azért még gólt sem kapott. 4-0. Hát ezt nevezik, igen, egy jó rajtnak. Aztán majd meglátjuk, hogy tudják-e ezt tartani. Nyilván az MTK az eddig is egy masszív csapat volt, egy fiatal jó edzőjük van, van egy határozott elképzelése a futballról. Most egyenlőre úgy néz ki, hogy bejön nekik. Egyelőre. Egyébként Újpesten jó kapus? Melyikre gondolsz? Hát aki most véd. Akit hoztak? Akit mezőkövetőről hoztak? Az olasz úriember. Hát nem biztos, hogy az én tisztem véleményezni, hogy ő jó-e vagy nem. Nem tartom a képességeit rossznak. Uh-huh. Most, hogyha így az összképet nézem, amióta én látom őt Magyarországon, tehát Mezőkövesden, meg hát most 2 meccsen Újpesten, a képességei nem lennének rosszak, de hogy szokták ezt úgy finoman megfogalmazni, szerintem nem Újpest szintű kapus. Ha most az Újpest alatt azt az Újpestet értjük, ahova szeretnének kerülni. Banai az? Most a pillanatnyi formája alapján szerintem nem, de lehetne belőle egy jó újpesti kapust csinálni. Mi a baj szerintem a formájával? Kinek? Neki, Banainak. Mi a baj? Mi történt? Hát igazából ugye... Sérülés miatt? Vagy csak nem, úgy... Azt nem tudom, a sérüléseiről nem tudok, hanem ugye hát itt ez a tavalyi év, ez elég hektikus volt neki, mind lelkileg, mind szakmailag. Ilyen zsargonnal szólva így ki kéne őt így egyenesíteni a pályáján. Tehát nyugodtan dolgozni vele, akár még így is, hogy most nem ő az első számú, mert így végül is tök nyugodtan lehetne az edzésmunkát csinálni, felépíteni, ahogy szokták mondani. És szerintem most nem tudok olyat mondani, hogy 2 hét, 2 hónap, jó, 3 hónap akkor alatt. Azt kérdezem tőled is úgy, hogy nem lett volna neki jobb elmenni egy másik csapathoz, ahol ő a kezdő? Hát nem tudom, hogy egyáltalán lett volna-e lehetősége. Nyilván ez az ő döntése, hogy ha volt, akkor miért nem. Ha nem volt, akkor nyilván hozott egy döntést. De én úgy gondolom, és ez pusztán csak az én véleményem, hogy miután ő 1000 szállal kötődik Újpesthez, és ugye ilyen nagyon-nagyon labilis volt itt, főleg a tavaszi szezonja, szurkolók is elég sokan kikezdték, viszont ugye sokan meg... Sok helyen megszellőztették azt is, hogy esetleg ugye lejár a szerződése, és nem tartanak rá igényt, viszont a bajnokság vége előtt pár nappal, 1-2 héttel kiderült, hogy mégiscsak hosszabbítanak vele. Szerintem ez egy ilyen jól eső érzés, hogy mégiscsak számítanak rá. Lehet, hogy úgy gondolják, hogy másik számú kapusnak még mindig ő a legjobb?
Hát akár másodiknak, de mondom, én akár első számunknak is el tudom képzelni. Jó. Tehát inkább akkor úgy fogalmaznék, hogy nem tartom annyival jobbnak a most védő olasz kapust, hogy abszolút kijelenthető legyen, hogy innentől tuti, hogy ő az első számú. Ráadásul most ugye kaptak egy új kapusedzőt is, ezzel a ugye, úgymond fehérvári stábbal adjunk időt neki, hogy esetleg lehet egy másfajta munkát fog vele végezni, és akkor vissza tud térni abba a formájába, ami egy-két évvel ezelőtt volt. Visszakonyolva az MTK-hoz, az egy pikás meccs lesz, Győr MTK. Győrben, ugye Győr utolsó, ugye egy-öt. Igen. A gól különbséget, tehát -4, két meccs, két vereség. Azért most a három vereség Győrben. Hát, ott amennyire én tudom, és ez nem annyira sok, ott azért elég érdekes szelek fújnak Győrbe is. Ugye nagyon sok a külföldi játékos, ez már MB2-ben is igaz volt, ugye ők erre tették le a voksukat. Hát meglátjuk, hogy mi lesz ebben. Na most itt kiderül, hogy az igazság Győr MTK meccsen. Hát, mint ahogy az utána következő. Igen, csak hogy akkor az MTK most valóban elkapta jó a fonalat, vagy csak szerencséje volt. Az Eto'nak meg éppen nem volt szerencséje, de nem játszott rosszul, mert ugye voltak ilyen nyilatkozatok a Eto részéről, hogy meglepő, hogy kikaptunk, de jól játszottunk. Tehát... Hát én az első fordulóban abban a nyíregyházi meccsbe belenéztem. Hát azt nem mondom, hogy rosszul játszott az Eto, de Nyíregyháza jobb, dominánsan jobban. Tehát ott nem volt kérdés, hogy ki fog nyerni. Na mindegy, mert most megvan, hogy Újpest, Zete, Győrből lesz a két kieső. Ja, hogy ez már most így? Én már most így megmondom, mit szólsz ehhez? Ők vannak Újpest, egyébként, Zete, Győr. Ők nulla pontosok egyébként. Hát így két forduló után. Igen, igen, most mindegy. És a 10 forduló után mondjuk lesz 9 pontjuk, és a 5. helyen lesznek akkor? Hát háromból legfeljebb egy csapat ebből a háromból. Jó, hát megnézzük jövő tavasszal, hogy akkor hogy néz ki. Tehát Győr, Zete, Újpest. Mit szólsz hozzá? Én még erről nem mernék állást foglalni most. Nem is kell, én sem, csak úgy ránéz a tabellára, 3-0 pontos. Hát, igen. Akár el is lehetne képzelni. Hát két héttel ezelőtt vesszük fel, akkor mindenki 0 pontos volt. Úgyhogy... Így van. Na de így most, hogy melement két meccs is. Egyébként az Újpestek milyen csatárjátéka? Hűha, hát... Csak azért kérdezem, mert neki is ugye mínusz a gól különbsége, már most 2-4, tehát -2. Hát eddig úgy azt gondolom, ahogy én láttam, hogy igazából nem volt túl acélos. Most ugyan igazoltak egy, azt hiszem, horvát származású csatárt, aki kimondottan ilyen góllövő csatár. Tegnap be is állt a második fél időben, nem tudom, hanyadik percbe. Szerintem amennyit játszott, az elég meggyőző volt így elsőre, de ugye azt is olvastam, vagy láttam ilyen főcímet valahol, hogy a Kevint eladják, vagy el akarják adni. Igen, már de nem is játszott, igen. Mert hogy már tegnap nem is játszott. Igen. Hát az szerintem egy nagy érvágás. Ezt a részét most így annyira nem értem, hogy miért kell őt eladni. Nyilván erre azt mondják, hogy van az a pénz. Igen, állítólag nagyon nagy összeget, ami Újpesthez képest. Hát, de most már Újpesten is más szerek fújnak anyagilag. Igen, tehát most már nem kellene, hogy ez ennyire motiváljon, arra gondolsz. Igen, tehát gondolok itt arra, hogy ha oda tartanak, amit ők kommunikálnak, akkor egy ilyen Csobot Kevin szintű játékos szerintem masszívan ott kellene, hogy legyen a kezdőbe, és nem azon és nem tudom, hogy hova adják el. Tehát ezt Svájcba. Ráadásul, hát jó. Oké, ez az ő... Egyes hírek szerint 1 millió euróért. Jó, hát az nem kis pénz, de mondom, én azt gondolom, hogy most jelen pillanatban, ha ők egy úgymond új csapatot építenek, abban szerintem a Kevinnek masszívan benne kellene, hogy legyen és szerepe legyen. Mert igazából
ezen az új fiún kívül én nem nagyon látom, hogy ki lenne, főleg így, ebben az esetben, ha ő elmegy, az, aki még úgy előrefelé nagyobb veszélyt jelentene, mert nincs, tehát úgy nem látszik, hogy ki lenne még. Tehát akkor egyelőre akkor nem látszik a MOL markáns megjelenése. Hát annyiban az Újpest játékán. Hát a játékán még nem, de nyilván ez most két meccs után nem is fog látszódni. Egyértelmű, de most beszélünk, most még nem. Most beszélünk, ez igaz. Abban látszik, hogy azért ugye játékosok jönnek, igazolnak, tehát nem olyan, ebben nem jövök ki jól, nem olyan szintű játékosokat, mint amit az elmúlt 5-6-7-8 évben, hanem itt azért már azért felfedezhető egy tudatosság, hogy most ez még mennyire vezető központú az igazolás, értem ez alatt azt, hogy még nem a vezetőedző rakja a bábukat az asztalra, azt nem tudom, de azért itt már azért látszik, hogy célirányosan próbálnak igazolni. Erre felmondtam azt, hogy nem értem, hogy akkor a Kevintőt miért adják el. Most 1 millió euró ide, 1 millió euró oda. Szerintem 1 millió eurónál a következő 1-1,5 évben többet fognak költeni játékosra, ebben szinte biztos vagyok, és nem biztos, hogy Csobot Kevin szintűre. Ráadásul ő egy magyar fiú, ami nekem így mindig az érzékeny pontom. De nyilván, ha ő is, a klub is jól jár, mindenki jól jár, akkor azt mondom, hogy ez így rendjén van. De nyilván ez majd csak hónapok múlva fog kiderülni, hogy ő jól járt ezzel a svájci klubbal. Minden idővel derül ki, de akkor már késő. Hát nyilván mindent vissza lehet csinálni, főleg a labdarúgásban is, de akkor már elment egy pár hónap. Igen. De meglátjuk. Minden esetre innen szép nyerni, mondják az újpesti szurkolók. Hát pont. Még azért messze a messze van, egyértelmű, jó, de hát azért akkor is csak nulla. Na hát nem néz ki jól egy ilyen kezdés, ez igaz, de most azt mondom, hogy ha mondjuk most megverik a Fehérvárt, akkor már jobban néz ki a dolog. És ugye, ez egy országos X lesz? Nem, szerintem biztos, hogy nem lesz X. Nem? Szerintem biztos, hogy nem. Én most, oké, de nem tudom, hogy esetleg kiben milyen indulatok vannak a háttérben. Igen, most igen, legyen igen. Ez akár játékos, akár edző, ki hogy vált el, kitől. Erről tényleg egy betűt nem tudok, de szerintem inkább lesz ez egy presztízs meccs, mint egy országos X. És itt nem feltétlenül csak a MOL miatt. Értem, persze. Jó, MB2. Egykori szeretett csapatod. Kis csapatunk majdnem nyert tegnap. Vasas pályán. Igen, 2-0-ra vezettek, amikor még néztem, aztán a vége 2-2. De hát az a Vasas oldaláról nézve akkor is gyenguska, hogy hazai pályán egy Kazinc Barcikát nem bír megverni. Hát azért nem áll olyan rossz erőkből most már ez a Barcika, hogy így néztem az új igazolásokat. Ugye edzőtéren is szerintem egy nagyon jót húztak. De ebben igazad van, hogy ha, és ezt csak azért mondom, mert pont tegnap vagy tegnap előtt tök véletlenül így végignéztem a Vasas teljes keretét, hát ez így tényleg nem néz ki jól. Most kis túlzással azt mondom, hogy ezzel a kerettel, ami most kialakult a Vasasnál újra, mert ugye egyszer ez már egy hasonló kialakult, ezzel szerintem ilyen rajtcélgyőzelmet kellene csinálniuk, még ha nem is azt mondom, hogy tök simán, mert nyilván azt nem lehet mondani, hogy tök simán le lehet hozni egy bajnokságot, de egy ilyen rajtcélgyőzelem simán benne kellene, hogy legyen ebbe a keretbe. Pikáns lesz ez a meccs is, Vasas következő meccse, a Budafokkal játszik. Budafok Vasas, hát igen. És most ugye Kisvárdán nyert a Budafok. Budafok, így van. Hát meglátjuk, hogy mire lesz képes a Vasas. Dajka Gera összecsapás. Igen, hát egy rutinos edző és egy feltörekvő edző. Aztán meglátjuk, hogy fog ez elsülni. Hát igen.
Érdekes lesz. Viszont a Tatabánya úgy látszik, nem nagyon tudom, még csak most kötött bajnokság, de valahogy nekem olyan hatásom, hogy sok neki ez az NB2. Nem lesz sok. Nem lesz? Hát ott is azt mondom, hogy olyan igazolásokat hoztak, most itt főleg a bajnokság kezdete előtt egy-két héttel, ahol tényleg igaz lehet az, hogy még ott össze kell szoknia a csapatnak. Mi játszottunk velük felkészülési mérkőzést ott a Tatabányán, még akkor ezek a játékosok nem voltak. Ezek, akiket most igazoltak, és így figyelemmel kísértem, azért ezek masszív NB2-es labdarúgók, és sőt van, akinek NB1-es múltja is van bőven, és nem egy-kettőt vittek oda, hanem nem számoltam össze, de szerintem 4-5-ök biztos. Úgyhogy itt, hogyha itt valószínűleg tényleg az van, hogy már túl, idézőjelben túl későn érkeztek a bajnoksághoz össze képest. Kell kovácsolni. Itt tényleg össze kell szokniuk, ott is egy nagyon agilis fiatal edzőjük van, nyilván van egy nagyon határozott sportigazgatójuk, a Dragoner Attila, aki gondolom én, hogy kézbe fogja tartani az ügyeket. De én a Tatabányában szinte biztos vagyok, hogy biztosan benn fog maradni. Jó. Kisvárda, Mezőkövesd, kiesett az NB2-ből is? Szerintem nem. Az én, úgymond NB2-es... Mert ugye ők is most gyengén rajtoltak. Hát gyengén rajtoltak, de az az NB2... Ugye végül is elég sokat forogtam ott, akár játékosként, akár edzőként is. Ott azért, ott valóban igaz az, hogy el kell tennie egy 8-10 fordulónak, hogy ott leülepedjenek a csapatok teljesítményei. Utána lehet már egy kicsit úgy osztani, szorozni, hogy ki az, aki úgy inkább fölfelé, ki az, aki inkább lefelé. Én nem gondolnám, hogy a Mezőkövesd és a Kisvárda az inkább lefelé kategória lesz, szerintem a feljutás magukhoz sem. Magukhoz térnek. Szerintem a feljutás sem. És a középmezőn volt. Én azt gondolom, igen, hogy olyan, hát most így, ez tényleg csak ilyen ex-has, ilyen 5-6, 5 és 10 között tippelném őket most. Akkor azt mondod, hogy ilyen 5-6 forduló, és akkor utána beindul a edzőkeringő is? Tehát annyi kell, hogy... Na hát Magyarországon ez az, amit senki nem fog tudni megmondani, mert itt két-három rossz meccs után is lehet edző, keringő, és lehet olyan is, hogy még a 6.-7. vereség után is megtartják az edzőket, és most itt név és csapat Persze. nélkül nem mondunk semmit. Tehát nálunk szerintem Magyarországon ez egy ilyen speciális helyzet, attól függően, hogy melyik csapatnak milyen habitusú, mentalitású, szakmai tudású vezetője, tulajdonosa, szponzora, stb. Van. Az alapján szoktak dönteni, van mikor sokszor indulatból, van mikor meggondoltan, de szerintem, ahogy ismerjük a magyar bajnokságokat, szerintem ilyen 5.-6. forduló körül én is úgy gondolom, hogy az első váltás meg lesz valahol. Nem tudjuk hol, valahol. Mondtad, hogy jól sikerültek a kazincbarcikai erősítések. Én azt gondolom, igen. Egy dolgot nem értek, hogy... Mert láttam, hogy külföldös mindenhol hoztak tényleg játékosokat. Mi a céljuk? Ők nem akarnak feljutni az NB1-be. Azt nem tudom. Viszont, hogyha meg NB2-be akarnak csak stabil lenni, és odavaló, akkor miért nem inkább a fiatalokat, a helyieket játszhatják? Ennyire veszélyes, hát én még ezen a szinten is fiatalokhoz nyúlni? Ne, tehát sajnos abszolút... Saját nevelésű fiatalokhoz. Sajnos abszolút nem vagyok képbe a barcikai utánpótlás helyzetével, már úgy értve, hogy milyen anyagból dolgoznak. Lehet, hogy most úgy érzik, hogy nincs meg az a kvalitás abba a korosztályba, aki közvetlenül a felnőtt csapat alatt van, hogy beépítsék a felnőtt csapatba, illetve azt sem tudom, hogy hány saját nevelési van a mostani NB2-es keretben. Ennek utána kellene nézni, lehet, hogy van 4-5, akiket majd folyamatosan beépítenek. Azt végképp nem tudjuk, hogy konkrétan mi a kimondott célja az NB2-es csapatnak. Azt gondolom, hogy az NB1 az nem.
de szerintem egy ilyen az első harmada. A harmadik célzva, hely, dobogós, és akkor jó. Hát igen, ott a 3-6 körülbelül. Aztán ebből sokszor lehet NB1 is, mert úgy alakul. Hú, lenne is káosz. Szerintem nem. Nem? Nem ismerem az anyagi viszonyokat Barcikán, de szerintem nem lenne káosz. Na jó, ha minden esetre hát ez van, elkezdődött a bajnokság, 2-2 forduló ment le NB1-be, NB2-ben, tehát még nem lehet semmit megmondani. Még hogy biztos, hogy nem. Táblázat felé melyik csapat hol fog lenni, még változhat minden. Minden is. Tehát akár 5 forduló múlva az MTK-s lehet hátul. Akár. Hát ezt láttuk a tavalyi bajnokságban is, hogy 1-2 győztes meccsel fel lehet menni teljesen majdnem a dobogóig. Zárásként kíváncsi leszek, hogy Újpesten meddig tart a türelem. Már milyen értelemben? Szurkolók részéről. Hát a szurkolók részéről szerintem egyenlőre, amit mondtam, hogy ilyen megosztott türelem van, tehát van, akinél már most elfogyott, van, aki még türelmes és mondja. Szerintem, ha most a kérdésed burkolt részébe az edző felé való türelmet gondoltad, szerintem most meg fogják adni neki. Pontosan, hát egyrészt azért, mert ugye van egy biztos anyagi hátterük, tehát úgymond játékosokkal lehet bármikor most már variálni, erősíteni, hozni bárhonnan. A másik meg szerintem az, hogy ha azt veszik alapul, ami tavaly Fehérváron történt, hogy ott is egy nagyon gyenge, beragadt rajt volt, aztán végül nemzetközi kupába indultak, lehet ez egy alappélda. Meglátjuk, köszönöm szépen, hogy voltál. Én köszönöm a lehetőséget. További sportosat.